Jó estét kívánok, kedves nézőink! Új sorozatunk a Gombászunk Együtt egy hónappal ezelőtt a Zempléni Gombász Egyesület bemutatásával kezdődött el. Ha valaki mégis elmulasztotta megnézni ezt a műsorunkat, kérem, megkérem vendégeimet, Mihály Attilát, az Egyesület vezetőjét, Egri Károlyt főgombászt és dr. Nagy Györgyöt, elnök helyettes urat, hogy mutassák be az Egyesületet, illetve magukat. Köszöntöm a kedves nézőket, köszönjük a lehetőséget, hogy a Zemplén Televízión keresztül is bemutatkozhatunk. 2005 év elején indult el az Egyesületünk azzal a célkitűzéssel, hogy gomba ismereteket közvetítsünk egyrészt tagjaink számára, másrészt pedig a tagokon kívül a környékünkön élők számára. Az ismeretterjesztés során különböző fórumokat ragadunk meg, tanfolyamokat szervezünk, kiállítást sikerült az elmúlt őszön kiviteleznünk, és most eljutottunk Önökhöz a stúdióba, ahol a társaimmal együtt gombaismereteket szeretnénk közvetíteni. Az, hogy gombaismeret, az egy laikus ember számára olyan természetes, hát a gombákat egy erdőjáró ember ismeri, de ez így van? Hát részben igaz, aki már gyakran megfordult a zöldben, erdőn, mezőn legelőbb, az ismer bizonyos gombafajokat, de természetesen ezt nem árt mindig bővíteni, úgyhogy mindig van, ahogy mondani szokás, hogy a jó papoltig tanul, a jó gombász szintén, úgyhogy itt az idő, hogy bővítsük az ismereteinket. A főiskolán tanít, de emellett ennek a civil szerveződésnek az elnök helyettese. Miért érezte úgy, hogy csatlakozni kell egy ilyen természetvédő, természetjáró egyesülethez? A Gombász Egyesületünk már kezdetekkor eldöntötte, hogy nem csak azt a réteget célozza meg, akik aktívan gombáznak, hanem megpróbál kiépíteni magának egy utánpótlás bázist. És nagyon jó lehetőség erre az iskolai réteg, az általános iskola, középiskola, főiskolai réteg. Most ott tartunk, hogy akik benne vannak a gombász tanfolyamban, azoknak a gyerekei aktívan részt vesznek, illetve a szakközépiskolában is vannak résztvevői a tanfolyamnak, illetve hosszú távon szeretnénk bevonni külsősöket is, számukra terjeszteni a gomba szeretetét, kiállításokat szervezni. Talán így meg tudjuk védeni a környezetünket, hogyha megalapozzuk bennük, elvetjük bennük ennek a magait. Ha már említette a gombász tanfolyamot, ez a tanfolyam már második alkalommal indult, ha jól tudom, a Gombász Egyesület szervezésében. Erről készült is egy kis bejátszásunk rögtön az első napon, amikor gyülekeztek a tanfolyam résztvevői, akik nem kevesen voltak. A Zempléni Gombász Egyesület célkitűzései között első helyen áll a gombafajok megismertetése minél szélesebb körben. Ezt szolgálja az az alapfokú gombaismerős tanfolyam, melyet már második alkalommal szerveznek meg. Idén a Szepsirackó Máté mezőgazdasági szakközépiskola biztosította a helyet. Több olyan kapcsolódási pont is van, ami miatt itt jött létre ez a második gombaismerői tanfolyam. Az egyik az, hogy én magam is, illetve több kollégám is tagja ennek az Zempléni Gombász Egyesületnek. Teljesen magunkénak valljuk azokat az elveket, azt a gazdidőt, amit ezek a gombászok képviselnek. Én is részt vettem az előző gombaismerői tanfolyamon, nagyon sok értékes tapasztalattal lettem drágább. A másik kapcsolódási pontja az, hogy elnök úr felajánlott azt a lehetőséget, hogy ifjúsági tagokat delegáljunk erre a tanfolyamra, és úgy éreztük, hogy ez a gesztus, ez belefér abba, hogy mi ezt támogassuk azzal, hogy helyiséget, illetve technikát biztosítunk ehhez a tanfolyamhoz. Vannak már ifjúsági tagok? Eddig még nem voltak, úgy tudom, hogy az első jelentkező körbe, tehát most fogják eldönteni majd a tanfolyam alatt, hogy bekívánnak-e kapcsolódni az egyesületi életbe, vagy pedig csak ezen a gombaismerői tanfolyamon vesznek részt. Hasonló tematikát folytatunk, mint tavaly. Most látszik ennek a tanfolyamnak a részvételi arányán, hogy szükség volt erre a gombaegyesület létrejöttének, hiszen rengeteg érdeklődő van, úgy látom, a gomba iránt, ami nagyon örömteli dolog, hiszen
egyre jelentősebb része lesz a táplálkozásunknak a gomba. Most hallottam a rádióban, hogy bizonyos gombákat védetté nyilvánítanak. Közülük, ami legnépszerűbb gomba, a rókagomba. Hát majd remélem nyilvánosságra hozzák a többi 39 fajtának is a nevét, hogy tudjuk majd betartatni, és betartani mi is azt, hogy melyik a védett gombák, amit nem szabad leszedni. A tanfolyam október végén házi vizsgával zárul, mely után a résztvevők tanúsítványt kapnak. A cél magyarországi zemplén gombafajainak megismerése, az ehető és a mérgező gombák felismerése. Az Egyesület igyekszik a képzés során terepgyakorlatokat is szervezni majd a résztvevőknek, akik között egészen fiatalok is vannak. Gyermekkorom óta a természetet szeretem, és szüleim mondták, hogy indul ez a tanfolyam, és gondoltam, komolyabban is meg kéne ismerkednem ezzel a világgal, és jelentkeztem. Hát. A zempléni gombafajok megismerése miatt jelentkezett a képzésre a Tolcsfai étterem tulajdonos is, aki szeretné éttermének kínálatát bővíteni ezzel az ízletes eredellel. Végül is a zemplén vidék elég gazdag ebből a szempontból, és mi úgy érzünk, termünk erre van, hogy tudjunk mutatni a vendégeinknek, hogy mi van a környéken, és természetesen akkor nekünk is kell tanulni, és meg kell megismerkedni ezekkel a tulajdonosokkal. Ez tehát a tanfolyam, amely már két előadást meg is élt, és lesz folytatás, de hogyan is? A tanfolyam elméleti előadásokból és terepgyakorlatokból áll össze. Az első terepgyakorlatunk már most szombati napon aktuálisan fog válni. Karcsi beszámol majd róla, hogy megjelentek az első kucsmagombák, és most a tanfolyam résztvevői, illetve az egyesület tagja is bepillantást nyerhetnek ebbe a nemzetségnek az életébe. És ha már a kucsmagomba szóba került, akkor hagyd mondjam el nézőinknek azt, hogy ez a sorozat megpróbálja hónapról hónapra bemutatni azokat a gombákat, amelyek tavasszal, ősszel vagy esetleg nyáron az erdőben megtalálhatók. Mondhatnám azt is, hogy a hónap témája a kucsmagomba, erről szeretnénk beszélgetni bőven itt a Zempléni Gombász Egyesület szakértőivel, de a csészegombáról is szót ejtünk majd. De mit is kell tudni a kucsmagombáról, azon kívül, hogy ez a tavasz első gombája? A kucsmagombák nagyon érdekes és jellegzetes képviselői a tavaszi erdőnek, a tavaszi gombavilágnak. Érdekességük az, hogy kizárólag tavasszal jelennek meg, és mivel úgy mondják a szakértők, hogy nagyon szűk ökológiai igényük van, éppen ezért, hogyha a tavasz megfelelő a számukra, akkor várni kell a következő márciusig, áprilisig, amíg előjönnek. Nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, illetve a csapadékra, körülbelül 15-20 Celsius fok közötti hőmérsékletet, és természetesen bőséges csapadékot igényelnek. A képen a legkorábban megjelenő képviselőjüket látja a kedves nézőközönség, a cseh kucsmagombát, a Pihoverpa bohemikát tetszenek látni a jellegzetes növényzet társaságában. Ehető gombáról van szó. Természetesen ehető. A felhasználás előtt célszerű leforrázni, ugyanis esetlegesen gombafehérjére allergiás egyéneknél ez problémát okozhat, apró kis kellemetlenségeket, de forrázás után ez mindenképpen fogyasztható. Itt a zempléni hegyekben, erdőkben is találhat a laikus ember kucsmagombát, vagy elrejtőzve van, hol lehet megtalálni? Alaposan elrejtve, de természetesen lehet, hiszen a felvételek és az itt bemutatott példányok is innen a környékről kerültek elő. Ezek konkrétan Sárospatak környékéről, a Bodrog közből, de ugyanúgy makos, hogyha környékén, Sátoraleújhely környékén, a hegy közben mindenütt a jószemű és szerencsés gyakorlott gombász megtalálhatja őket. A következő képen a hegyes kucsmagombát, a Morhella cornicát látjuk, ami véleményem szerint a nemzetség egyik legízletesebb és legszebb képviselője. A Berekben sikerült lefotózni, illetőleg tegnapi nap és a hétvége folyamán begyűjteni néhány szép és értékes példányt. Mit lehet még elmondani magáról erről a gombáról, azon kívül, hogy ehető, hogy itt is található, hogyha beszeretnénk határolni, hiszen úgy tudom, hogy maga a tanfolyam is azért így indul, akkor hol helyezkedik el? Igen, egy kicsit ilyen tudományosabb megközelítéssel a kucsmagombák
családja a papsapka gomba félék nemzetségébe sorolható, és a gombák nagy csoportjait tekintve a tömlős gombák osztályának a képviselői. Itt most a bejátszásban a harmadik érdekes fajt, a fattyú kucsmagombát látjuk éppen, a Mitrophora semiliberát. A kucsmagombák, tehát a tömlős gombák közé tartoznak, ezt azért is jó tudni, mivel ez a ritkaságuknak is ugye részben a magyarázata, hiszen ahhoz, hogy termőtest képződjön, ez a nagyon szép és érdekes alakú gomba létrejöjjön, ahhoz minden egyes termőtest képzés előtt egyesülni kell a különböző jellegű gombafonalaknak, szemben a jóval ismertebb bazidiumos gombákkal, ahol elég egyszer egyesülni a gombafonalaknak, itt ugye mindig meg kellene történni. A kucsmagombák teste nagyon jellegzetes, itt most érdekesség kedvéért a kucsmagombához hasonló fajt tetszenek látni, mostani nevén szemtelen szömörcsög. Az alakja egy picit hasonlít a kucsmagombákra, de azért ne tévesszem meg senkit az a hasonlóság, hiszen ez egy alapvetően más csoportba, a pöfetek félék közé tartozik. A termőtest létrejötte során itt is egy ilyen kucsmaszerű kis képződmény ül a termőtest tetején, de sajnos ugye ezt érezni is lehet akár 100 méterről, hiszen iszonyú hűze van, és a képen látszik, ugye legyek terjesztik szét a spóráit. Ezeket csak azért tettük be, ezeket a nagyon régi és értékes, érdekes képeket, hogy a összetéveszthetőségre is felhívjuk a figyelmet, de szerencsére ezek csak hasonló fajok, ezek a szömörcsökfélék. A következő képen egy nagyon ritka és értékes faj látható, a simas üvegű kocsmagomba, a Verpa digitaliformis. Hát én majdnem, hogy 10 évente bukkanok nagy szerencsével egyes példányaira. Ritka a védendő gombafaj az emblémben, szerepelt a poszteren is, szerepelt az emblém kutató konferencia előadásán is. Ez a kép egy kicsikét később jelenik meg az időben, úgy május elején, április legvégén a gombafaj, és azért is fel kell ráhívni a figyelmet, mert, hogy mondtam, a védendő ritkaságai közé tartozik. Itt látszik ugye a cseh kucsmagomba, mint az előbb fotón láttam most élőben is. Ezt magát a szárával együtt mindig ide kanyarodunk, ijehető, vagy ezt csak a tetejét eszik meg, hogyan lehet elkészíteni? Természetesen a termőtest egészen ehető, célszerű mondjuk az alsó néhány centimétert levágni a tisztítás során, és nagyon ajánlom mindenkinek egy apró, de nagyon fontos részlet, hogy vágjuk ketté a gombának a testét, ugyanis a kucsmagombák teste egyetlen üregből áll belülről, szemben a mérgező papsapka gombafélékkel, ahol a termőtest több üregű. Gyakorlati okokból meg azért jó ketté vágni, mert néha vörös angyák költöznek a gomba belsejébe, amelyeket nyilván nem látnánk szívesen az asztalunkon, úgyhogy mindenképpen célszerű ketté vágni. Most egy kicsit talán szakmai voltunk, de ha az Zemplényi Gombász Egyesület többi tagjára gondolunk, aki nem főgombász, és talán nem ennyire ismeri a gombákat, mint Egri úr, akkor mit lehet elmondani, kiből is áll ez az egyesület? Az egyesület tagjai között főleg azok vannak, akik nyilvánvalóan azért léptek be a közösségbe, hogy az ismereteket, a hiányzó ismereteiket megszerezzék. Mi ezt úgy kategorizáljuk, hogy amatőrök vagyunk, és van közöttünk egy-két gombaszakellenőr, illetve Egri Károlynak olyan ismeret birtokában van, amely messze meghaladja a gombaszakellenőri ismeretet. Mi tanulni szeretnénk tőlük, túlnyomó részben ilyen személyekből áll az egyesület. Ha egy-egy terepgyakorlat, az hogyan is néz ki a főgombász megy elől, és akkor ha esetleg talál egy-egy jó, illetve arra az időszakra jellemző gombát, akkor mindenki körülállja és elmondja, hogy mik a jellemzői, vagy azért már a gombász egyesület tagjai is ügyesek és szemfülesen megtalálják azt, ami az erdő magában rejt? A terepgyakorlataink az időjárástól függően kerülnek megrendezésre, akik járják az erdőt, Karcsi és a többi kollégánk, ők jelzik nekünk, hogy mikor jelennek meg azok a gombák, melyekért érdemes kimenni, akkor megbeszélünk, hol találkozunk és kimegyünk. Általában 20, 15, 22 ilyen a létszámú a csapatunk, és akkor megpróbálunk egy adott tonalat bejárni.
Aki gombát talál, az odahívja a többieket, és utána megpróbáljuk behatárolni. Eleinte rászorultunk a szakmai segítségre, de már a végén, hogy a tanfolyam vége felé járt az idő, már elég sokat önállóan be tudtunk határozni. Persze voltak olyan különlegességek, melyeket karcsi nélkül nem nagyon tudtunk volna behatárolni. Nagyon érdekes gombákat is találtunk, volt amelyik ritka is volt, de volt közöttük olyan, amelyik elég nagy mennyiségben előfordult. Ha már a védett gombákról beszélünk, ha valaki nem látta, az első műsorunkban említettük, hogy több mint 100 védett gombafaj van, és olyan, ami Zemplénben is megtalálható. Ezeket a gombafajokat végigveszik a tanfolyamon, illetve az egyesület tagjai? Az ismertetésükre részben kerül sor. Ennek az az oka, hogy a tanfolyam ideje és a ismertetésre kerülő gombafajoknak a száma korlátozott, de a rokonfajok, összetéveszthető fajok, illetve az egyes nemzetségek kapcsán mindig ezekből is bemutatunk egy párat, akár diafelvételen, akár digitális képen, és felhívjuk a figyelmet ezeknek a ritka fajoknak a természeti értékeire. Azt hiszem a bejátszásban is elhangzott, hogy a közelmúltban jelentek meg olyan híradások, hogy újabb védett gombák kerültek előtérbe. Hát erről mit is kell tudni, hiszen sokan megijedtek a rókagomba vargánya gyűjtésével kapcsolatban is. Tavaly ősszel jelent meg a védett gombákról szóló első magyarországi jogszabály, amely alapján 35 gombafajt védetté nyilvánítottak. Ezeket a gombákat az erdőben, mezőkön gyűjteni tilos, nem lehet, eszmei értéket határoztak meg minden egyes faj esetében. A híradásoknak a szerepe ott van, hogy amikor újságokban, televízióban, rádióban olyan hírek jelennek meg, hogy a rókagombát, a vargányát nem lehet gyűjteni, mert hogy védetté nyilvánították, ez nem egészen pontos ez a megfogalmazás. Az újságíróknak, a média szereplőinek egyfajta felelősségük van abban, hogy ezeket az ismereteket hogyan továbbítják. Amikor azt mondják, hogy a rókagombát tilos gyűjteni, ez olyan értelemben igaz, hogy a rókagomba nemzetségébe jó pár faj tartozik, és ezen 10-20-as nagyságrenden belül egy rókagomba fajt védetté nyilvánítottak, amely nagyon ritka, és valószínű, hogy az amatőr gombászt leseszedné. A vargányák esetében egy tinúrú fajt, a pikés tinúrút nyilvánították védetté. Szegény gomba, ez küllemre igen visszataszító, tehát a normális emberek valószínű, hogy ezt a gombát egyébként leseszednék. Tehát így a híradások, hogy vargányát gyűjteni nem lehet, ez így nem igaz. Sokkal fontosabb ezeknek az ismereteknek a pontos közlése, és ezért örülünk, hogy a televízión keresztül erről is majd igazán szót ejthetünk. A kucsmagombák szerencsére mindegyik fajta ehető, és nem kerültek be a védett gombák közé, és az első olyan gombáink közé tartozik, amely a piacon jogszabály alapján hivatalosan is árusítható, és kereskedelmi forgalomba hozható. De megszakítottuk a tanár urat abban, hogy a kucsmagombáról, illetve a csészegombáról beszéljen. Talán a csészegombával folytathatjuk, és azt hiszem itt is van néhány kép erről, hiszen nem olyan rég az erdőben volt még ez a gomba. Igen. Igen, hát köszönöm szépen. A képen a piros csészegomba, a Sarcoscyva coccinea látható. Nem ehető, hozzáteszem, a többi gombával, a bemutatott kucsmagombákkal ellentétben. Az erdőnek gyönyörű szép ékessége, rokon faj, tehát ő is a tömlös gombák közé sorolható, a hóvirággal egy időben jelenik meg, sőt a botkő domb környékén akár januárban, februárban is előjöhet melegebb, párásabb téli napokon. Ilyenkor is nagyon szép dísze az erdőnek. Én azt javaslom, hogy ne tipoljuk össze, csodáljuk meg, de hagyjuk élni ott, ahol van, hiszen ott kell betöltse a szerepét. Jellemző ez egyébként, hogy az emberek csak azt a gombát tartják valóban gombának, ami ehető is, és a többi az igazából csak zavaró tényező az erdőben? Hát ez nyilván a mi egyesületünk tagjaira nem jellemző, de a laikusok között sajnos előfordul ilyen szemléletmód, és hát ezzel is megpróbálunk küzdeni. Hogyan lehet ez ellen küzdeni? Az iskolában, biológia órán van arra mód, hogy mert feltételezem a fiatalok, akik a megcélzott közönsége ennek. Hát én nagyon örülnék, ha lenne mód,
de sajnos annyira kevés 10. osztályban a biológia órák száma, hát ugye ez egy központi tantervi utasítása, nem mi találtuk ki, hogy én szeretném, ha több idő lenne rá, bízunk benne, hogy majd valamilyen módon, esetleg olyan irányba változik majd a közoktatásunk, hogy erre is lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek, főként az érdeklődőknek. Tehát a kucsmagombával és a csészegombával ismerkedtünk meg, igaz röpként, de azt hiszem, hogy akinek felkeltette az érdeklődését, az néhány gomba ismereti könyvben még bővebben utána nézhet, de ha már megismertük ezeket a gombákat, és főleg a kucsmagombát, akkor egy kicsit beszéljünk már arról, hogy hogyan lehet ezeket megenni. Van-e rá recept, hiszen azt hiszem, egy átlag háziasszony a vargány elkészítésén, vagy esetleg a rókagomba elkészítésén túl speciális recepteket nem tud, például a kucsmagombára. A kucsmagombák nem csak érdekességük, szépségük, hanem úgy mondják gasztronómiai értékük miatt is nagyon keresettek. Változatos módon elkészíthetők. A mi családunkban a feleségem általában töltve szokta elkészíteni ezt a gombát. Most a húsvét hétfői menü is ez volt a vacsorána, és a mindenkinek nagy megelégedésére szolgált a fogás. Itt hoztam is egy puskát, nem tudom, hogy... Csak nagy vonalakban ismertetve. A lényeg az, hogy kb. Fél kiló gombát hosszában ketté vágunk, megmossuk, zsömle szükséges hozzá, 6 darab, 2 nagy fej hagyma, metélő hagyma szükséges, 3 tojás, só, ízlés szerint fűszer. A lényeg az, hogy a gombákat ketté vágva, megmosva a tepsinek az aljára kell helyezni, utána rá ezt az elkészített töltedéket, ez kicsit hasonló ahhoz, mint amit a húsledesbe szoktak rakni ezen a vidéken, azután pedig a gomba fejét ketté vágva rátenni, és körülbelül ugye 20 percig, fél óráig sütni a sütőben, és egy kis petrezsen zöldével, vagy ízlés szerint más fűszernövényekkel tálalva. Tényleg valóban nagy élmény. Én Csiklandozó, de Attila is hozott nekünk kettő, talán csak a nevetet és hogy mi a fő jellegzetessége szintén a kucsmagombáról. A kedves nézők éppen most olvashatják a tejfeles kucsmagomba receptjét. Amit Karcsi említett, hogy a töltött kucsmagomba, igazán a laikusok ezt hallhatják a legtöbbször, hogy a kucsmagombát töltve kell fogyasztani. Ez igaz abban az esetben, amikor nagy süvegű gombát találunk, tehát hegyes kucsmagombát vagy ízletes kucsmagombát. Viszont ha cseh és a fatyú kucsmagombával találkozunk, amelyeket itt is láthatjuk, hogy pici a süvege, ott nem nagyon tudjuk megtölteni ezeket a süvegeket. Erre jók ezek a receptek a tejfölös kucsmagombánál is, illetve szintén egy pórihagymás kucsmagomba sült sajttal. Receptjében az van, hogy sajttal, fűszernövényekkel elkészítve, megsütve, feldolgozva ezek a kucsmagombák igazi külön igyenségnek számítanak. Ha azt hiszem mindenki megéhezett itt az utolsó percekben, de azt még ezt szeretném mondani a nézőknek, hogy ez a sorozat itt nem ér véget, egy hónap múlva csütörtökön, pontosabban május 3. csütörtökén ismét találkozunk az Egyesület tagjaival, akkor a májusi pereszkéről és a tövis aljagombáról fogunk beszélgetni, valamint a gévagombáról, illetve beszámolunk arról a lengyelországi útról, amelyet a Zempléni Gombász Egyesület szervez. Néhány szóban csak röviden itt a végén, hogy mit is kell erről tudni. Ez egy kölcsönös együttműködés a lengyelországi krakói gombász egyesülettel. Az ő meghívásuknak teszünk eleget azáltal, hogy a Tátrában április 28-tól 30-ig egy közös kucsmagomba vadászaton idézőjelbe veszünk részt. Egész pontosan ez Zakopanéval szembe a szlovák oldalon található ez a kis helység. A lényege viszont az, hogy a Tátra hegyeit fogjuk járni, és talán felvételeket is tudom majd bemutatni a következő alkalommal. Hát akkor nincs más hátra, mint várjuk a felvételeket. Önöknek azt javaslom, hogy egy hónap múlva is tartsanak velünk, de ne hagyják itt az Zemplén Televíziót, hiszen számos izgalmas műsor várja még önöket. Horgászpercek, választási vita, fórum, illetve egy kis zene is. Viszontlátásra!
A karcsai halpusztulásról, illetve a Pácini és a Köveshegyi haltelepítésekről szól mai horgászmagazinunk. A hosszú hideg csapadékos tél igencsak próbára tette régiunk horgászegyesületeit horgászvizeik halállományának megőrzésében. Szerencsére tömeges halpusztulás a karcsai karcsa kivételével nem következett be, így a telepítések után ma tömeges halállomány várja a horgászokat a zempléni vizekben. Kép fogadta február végén a karcsai karcsára látogatókat. Elpusztult kapitális folyami harcsák, süllők, amúrok, pontyok hevertek szerte szét a parton, miután a sátorai újhelyi horgászegyesület tagjai csónakokkal hordták ki a haltetemeket a vízből. Bizony szomorú látvány ez minden horgász és természetkedvelő számára. Közel 1000 kg hal döglött ki a karcsai karcsából. Meghasad a szívem ennek a süllő állománynak a láttán, de reméljük, hogy még ebben maradt süllő. Fogni nem sokat fogtak, de hát nem is horgáztak rá szerintem. Azért nem fogtam, mert a süllő az éjszakai ragadozóhal, és általában itt nappal horgáztak, meg éjszaka, meg halcsáraink jobban. Február elején, amikor az első lekelést elvégeztük, biztató volt, hogy többre nem lesz szükség, de sajnos bejött a hideg, kemény idő beálltával a havazás, és megvastagodott a jégnek a páncélja, és körülbelül 10 nap múlva meg kellett ismételni. Most nem az volt a probléma, hogy meg kellett ismételni, hanem az, hogy bekövetkezett ezek után a tragédia. A sátoralja újhelyi városi horgászegyesület kezelésében levő vízben évek óta nem volt ilyen halpusztulás. Sokan értetlenül állnak még ma is a szomorú esemény előtt. Ennek nem szabadott volna bekövetkezni, bár a tél az olyan volt, hogy lehetett rászámolni erre, mert ez 7-8 éves ciklusokban ezek az esetek bekövetkeznek. Ez már volt így korábban is. De most a véleményem az lenne, hogy hát ilyen esetben nagyobb odafigyeléssel kellene esetleg a... Tehát a vízgazdálkodók részéről, akik ezzel foglalkoznak, nagyobb odafigyelést kellene tenni, hogy hát esetleg a víznek a levezetését vagy feltöltését úgy végezni, hogy ilyen dolgok összehangoltan az élővilággal, ami benne van, mert itt lehet látni a terítéket, hogy milyen értékes halak pusztultak ki, amit mink bele is raktunk, bár a halcsát nem raktuk bele, de az is sajnálatos, mert hát bár annyira nem sajnálja az ember, de mégis értékes hal, mert ha valaki eljön ide halat fogni, kifog egy olyan 15-20 kilós halcsát, mert itt van még 35 kilós is, örül neki, hogy hát egy olyan halcsát megfogadni, kapitális példáról van szó. A végezetül annyit szeretnék mondani, hogy hát mindent idejébe próbáltunk tenni, és csináltuk is, és valóban így volt, és most is sajnos ide. Tehát ide jött a sors, hogy hát ezt meg kell csinálni, a dögöket, a tetemeket ki kellett szedni a vízből. A sátoralja újhelyi és a karcsai horgászok azonnal megkezdték a haltetemek eltávolítását, meggátolva ezzel a víz további szennyezését. Sajnos a halpusztulás, amitől tartottunk, az bekövetkezett.
megpróbáljuk most a halakat.